Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatej Televízió híradóját látják. Kovács Karácsonyi Dóra vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Koronavírus. Pakson is elmarad az ünnepség március 15-én. Vásárlási láz. Felesleges vagy indokolt az élelmiszerhalmozás? Szabálytalan webshopok. Már több mint 600 jogsértő webáruházat tartanak nyilván. Bűnmegelőzés. Bárki pályázhat, aki segíteni a hatóságok munkáját. Sorra maradnak el a tömegrendezvények a koronavírus miatt országszerte. Paks önkormányzata is úgy döntött, nem tartják meg a március 15-i ünnepségeket. A Tolna megyei önkormányzat pedig elhalasztja a megyei delegáció márciusra tervezett látogatását az erdélyi testvérmegyébe, Hargitába, szintén a koronavírus miatti megelőző intézkedésként. Az utat később pótolják. Elmaradnak a március 15-i események Pakson, tehát most vasárnap. Szabó Péter Paks polgármestere hétfőn sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a március 15-i ünnepségek elmaradnak Pakson. Mint fogalmazott, vasárnap 10 órakor a Szent István térre várták volna a megemlékezőket, Süli János miniszter ünnepi beszéde után pedig szól a Szabadság címmel kezdődött volna a rendhagyó műsor, nem csak fiataloknak. Este a Csengei Dénes Kulturális Központban tartották volna az ünnepséget, de mindkét program elmarad a koronavírussal kapcsolatos megelőző intézkedések miatt. Szabó Péter kiemelte, a megelőzésben külön figyelmet kér a város civil szervezeteitől is. Azt szeretném javasolni a civil szervezetek és egyesületek számára is, hogy kerüljék március 15-e kapcsán is, meg egyébként is a tömegeket vonzó rendezvényeket, programokat. Ha tehetik, akkor halasszák el, vagy ne tartsák meg. Még korábban számoltunk be róla, hogy a város oktatási, valamint közintézményeibe fertőtlenítő berendezések kerültek, ezen felül tájékoztató plakátok is mutatják, hogyan védekezhetünk a vírusok és kórokozók ellen. Szántó Zoltán Paks alpolgármestere a téma kapcsán kiemelte, a megelőzés részeként folyamatos a párbeszéd a népegészségügyi szervekkel, hatóságokkal, aggodalomra a térségben nincs ok. Tolna megyében nincs regisztrált megbetegedés, úgyhogy aggodalomra jelen pillanatban nincs ok, minden közszolgáltatás akadálytalanul működik, és működni is fog. Tehát indokolatlan egyébként az élelmiszerek felhalmozása. A megelőzés részeként a vasárnap esti március 15-i tisztes polgár kitüntető cím átadása is elmarad, az elismerést májusban a városnapján veheti majd át a kitüntetett. 12-re nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma Magyarországon. Sorra hozzák a különböző intézkedéseket a hatóságok, eközben több városban pánikvásárlásba kezdtek a vírus terjedésétől tartva. A kisboltok és a nagyobb élelmiszerláncok képviselői azonban azt mondják, felkészültek a nagy vásárlói rohamra, tartós áruhiányra jelenleg nem kell számítani, ezért nem szükséges túl sokat vásárolni. Megvan a koronavírus első áldozata, rádölt a Spájcban az összevásárolt 150 kiló liszt. Bejárta a közösségi médiát ez a pánikvásárlásról szóló poszt, ami arra utalt, hogy többen indokolatlanul sokat vásároltak a vírus terjedésétől és az élelmiszerhiánytól tartva. Egy hazai kiskereskedelmi lánc tolnai üzletében nyoma sem volt ennek a pániknak. Volt egy olyan hétvége, amikor ugye a heti keresletünk elment a rövid idő alatt, de hál' Isten volt annyi stratégiai tartalék a raktárainkban, hogy nem okozott problémát a vásárlóknak az ellátása. A vásárlók jelentős része nem tart attól, hogy nem lesz liszt vagy cukor az üzletekben, és a vírusról szóló híradások sem hozták őket vásárlási lázba. Most jöttem az Angliából, és hát még én nem tartom a nagy fontosnak, hogy sok mindent vásároljak. Én gondozónő vagyok, de én nem hiszek ebbe. Tehát ez egy ilyen
hát nem is mondjam azt, hogy politikai biznisz, tehát én ezt látom benne, nem, ez egy hisztéria, nem. Több ember meghal influenzában. Szokásos. Minden héten egy kilót viszek, de most névnapom jön aztán sütni a kávét. A szekszári nagy bevásárlóközpontok parkolóiban készült felvételek azonban arról tanúskodnak, hogy többen tartanak a koronavírus terjedésétől, a karanténtól, és nagy bevásárlásba kezdtek. Vámos György a nagy áruházláncokat képviselő Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára sem cáfolta ezt. Azt mondta, az elmúlt hetekben valóban megnövekedett a kereslet a nagy bevásárlóközpontokban, és előfordult, hogy egy-egy áruházban üresen maradtak a polcok, de azt mondja, ez csak átmeneti hiány volt. Biztosítva van az áru utánpótlás. Hétvégén még a kamionstoppot is feloldották az akadálytalan áruellátás érdekében. A kereskedelem akkor is állt a sarat, most is fogja állni, ebben bízunk. Természetesen sok függ az élelmiszeripari beszállítóktól is, velük napi kapcsolatban állnak a kereskedők, és úgy tűnik, hogy a jelenlegi helyzetben, a jelenlegi ismereteink alapján nem lesz fennakadás az áruellátásban. Az áruházak vezetői azt javasolják, hogy a lakosság kerülje a pánikvásárlást, és ne halmozzon fel otthonában feleslegesen sok élelmiszert. Egyre többet rendelünk online. Tavaly 530 milliárd forint volt a webáruházak forgalma, idén ez 700 milliárd forintra nőhet a becslések szerint. Az online vásárlók számának növekedésével a szabálytalankodó webáruházak száma is nő. A leggyakrabban a megrendelt termék árát nem akarják visszafizetni a vállalkozások a vásárlónak, aki elállna a vásárlástól. Évről évre nő a hazai internetes áruházak forgalma, tavaly már 530 milliárd forint cserélt ezeken keresztül gazdát, idén pedig 700 milliárd forint is lehet ez az összeg a becslések szerint. A szabálytalankodó internetes áruházak száma is folyamatosan nő. Az interneten már a legtöbb gondot okozó webáruháznak kereshető adatbázisa is van. Ebben már több mint 620 hazai webshop szerepel, és több Tolna megyei is. A problémás webshopok itt két évig találhatóak meg, de ha a cég időközben pótolta a hiányosságát, azt is feltüntetik az üzemeltetők. Webshopoknál általában tájékoztatási kötelezettségeket szegnek meg a webáruházakat működtető vállalkozások. Ahhoz, hogy egy webáruház megfeleljen a jogszabályi előírásnak, rengeteg-rengeteg előírásnak kell megfelelni. A vevőknek érdemes arra figyelniük, hogy olyan cégtől vásároljanak, amely itthon van beegyezve. Ekkor lehet ugyanis a vásárlói panaszokat maradéktalanul érvényesíteni. Emellett fontos, hogy a vállalkozás adatai és elérhetősége is megtalálható legyen a webshop impresszumában. Kötelező föltüntetni a szerződésre vonatkozó adatokat, kötelező föltüntetni a jótállás szavatosságra vonatkozó tájékoztatásokat, kötelező tájékoztatni a fogyasztót arra, hogy őt milyen elállási jog illeti meg, illetve egy elállási nyilatkozat mellékletet is kell, hogy csatoljon a szerződéshez, amiben pontosan le van írva, hogy a fogyasztó milyen körülmények között és mikor élhet elállási jogával. Tolna megyében egyébként van olyan cég, amelyik több webshopot is üzemeltet, és a panaszok 60%-a ezek miatt érkezik a hatósághoz. A fogyasztóvédelemnél most azon dolgoznak, hogy sikerüljön elérniük a cég megszüntetését. Az enyhetelek kedveztek a kullancsok elszaporodásának, amikből jóval több van, mint egy évtizede. Ezt mondja Kapiller Zoltán állatorvos, a Magyar Kullancs Szövetség elnöke. A vérszívókra ráadásul már nem csak erdőn, mezőn kell számítani, hanem a kiskertekben, parkokban is. A szakember azt mondja, túra vagy épp a kertészkedés előtt kezeljük le magunkat és állatainkat kullancsriasztó készítménnyel, és mindig legyen nálunk kullancseltávolító kanál, mert azzal lehet fertőzésmentesen kiszedni az állatot. Fontos tudni, hogy a vérszívó által terjesztett több mint 10 betegség közül csak egy ellen van védőoltás. Szokatlanul enyhetelünk volt, ez pedig nem csak a rágcsálók, kártevők, hanem a kullancsok elszaporodásához is vezetett, amiknek a nagy tavaszi rajzása most kezdődik. Kapiller Zoltán állatorvos, a Magyar Kullancs Szövetség elnöke azt mondja, lényegesen több a kullancs Magyarországon, mint 10-15 éve, és már nem csak erdőkben, mezőn kell számítani az állatokra, hanem kiskertekben, parkokban is. A szakember azt mondja, túra vagy épp kertészkedés előtt érdemes lekezelni magunkat és állatainkat kullancsriasztó készítménnyel.
Továbbá vadetetőket, vaditatókat kerülni kell, mert ezeken a területeken fokozott a kullancsveszély. Továbbá a kint tartózkodás során 1-1,5 óránként át kell vizsgálni magunkat és állatunkat is, hogy van-e kullancs csípésünk. Ha találunk, a patikákban kapható kullancs eltávolító kanállal érdemes kiszedni a vérszívót. A testét körömmel vagy csipesszel összeszorítják és úgy tépik ki a bőrből, akkor az önfertőzés veszélyét generálják, mert a kínlódás a szorongató gyötrés hatására a kullancs addig még nem, akkor pont emiatt fertőző nyálat fog köpni a csípett áldozatba. Minden második kullancs hordozhat az ember számára veszélyes kórokozót. Legismertebb megbetegedés a Lyme-kor és az agyvelőgyulladás. Ez utóbbi ellen védőoltással is védekezhetünk. Ám a kullancs több mint 10 betegséget terjeszt, és ellenük nem védez az oltás. Ugyanez az igazság a kutyákra nézve is. Ott nem a kullancs enkefalitis okoz óriási problémát, hanem a Lyme-kor. A kutyák esetében van Lyme-kor ellen védőoltás, azt tanácsosan négylábú szeretőknek beadatni. A szakember azt mondja, a magyar kórházakban német mintára kullancs ambulanciát kellene kialakítani, ahol a szakorvosok minden kórokozóra vizsgálni tudják a betegeket, és megfelelő terápiában tudják őket részesíteni. Baleset történt kedden reggel az M6-os autópálya 116-os kilométer szávényében. A rendőrség tájékoztatása szerint az egyik autós egy másik jármű előzésébe kezdett, de vélhetően figyelmetlensége miatt a haladó sávban szabályosan közlekedő autónak ütközött, majd a jobboldali szalagkorlátnak csapódott. A balesetben az elsődleges információk szerint ketten könnyebben sérültek meg. A helyszínelés és a műszaki mentés befejeződött, az érintett útszakaszon zavartalan a forgalom. 300 ezer forintot ajánlott fel a Tolna megyei rendőrkapitány tavaly november végén annak, aki segít megtalálni egy tolnai kábítószerkereskedőt. A férfi ellen tavaly ősszel elfogató parancsot adtak ki, végül meg is lett a drogdíler. Március 6-án Budapesten a férfit elfogták, ezért a Tolna megyei rendőrfőkapitányság vezetője a 300 ezer forintos díjkitűzést visszavonta. A férfi összefüggésbe hozható új pszichoaktív anyaggal való visszaélés büntet elkövetésével, ezért vele szemben a Tolna megyei rendőrfőkapitányságon büntető eljárás van folyamatban. Civil szervezetek, intézmények és vállalkozások is részt vehetnek a Nemzeti Bűnmegelőzési Program pályázati rendszerében. A pályázatok kiírói olyan ötleteket várnak, amiknek a segítségével hatékonyan lehet például a fiatalokat megszólítani a rájuk leselkedő veszélyekkel kapcsolatban, hangzott el Szekszárdon a Tolna megyei bűnmegelőzési tanács 25. ülésén. Tavaly írt ki először ötletpályázatot a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács, akkor 58 projektötlet érkezett, amik közül a bírálóbizottság tagjai végül 13-at találtak megvalósításra alkalmasnak. A nyertesek között volt börtön, ahol rabok érzékenyítését vállalták. Gyerekeknek ismert emberek bevonásával bűnmegelőzési programot indító egyesület és média szolgáltató is, ami szintén gyerekeknek indított bűnmegelőzési rovatot egy internetes hírportálon. Pályázni idén is lehet, elsősorban egy település biztonságát javító ötlettel, valamint ifjúságvédelemmel vagy áldozatsegítéssel kapcsolatos elképzelésekkel. Erről beszélt a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács főreferense a Tolna megyei Bűnmegelőzési Tanács 25. ülésén. Ha egy akár egyesületnek, akár költségvetési szervnek van egy olyan célkitűzése, hogy egy adott területen szeretné a biztonságot javítani, és erre van egy innovatív és aránylag fenntartható elképzelése, akkor természetesen pályázat útján erre finanszírozást kaphat. A pályázatok benyújtása idén már jóval egyszerűbb lesz, mint a korábbi években. Nem kell ugyanis már az elején egy teljesen kidolgozott részletes költségvetési tervet is tartalmazó pályázati anyagot összeállítani. Ez azért volt sokkal könnyebb, mert nem egy kész kidolgozott forintra, fillérre meghatározott, percre pontosan leírt pályázatról volt szó, hanem egy ötletet kellett hozzánk elhozni és benyújtani, amit szakemberek meghallgattak, és így lehetett ezzel tovább jutni ezen a rostán. A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács ötletpályázatán idén összesen 130 millió forintot nyerhetnek a legjobb pályázók. Jól teljesítettek a Tolna megyei diákok, jutalmazták a 31. Zrínyi Ilona Tolna megyei matematika verseny legeredményesebb diákjait és felkészítő tanáraikat a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium atlétikai centrumában szervezett díjátadón.
Tolna megyében 6 város 7 iskolájában zajlott a megyei forduló közel 1000 résztvevővel. 76 eredményesen szereplő diákot, valamint felkészítő tanáraikat jutalmazták a Bonyhárdi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium atlétikai centrumában. A versenyt teszt formájában bonyolították le, és az első fordulóban több mint 56 ezer diák oldotta meg a feladatokat. Ebből 14 ezer fő volt határon túli. Tolna megyében 6 város 7 iskolájában tartottak megyei fordulót 952 résztvevővel. Vannak olyan diákok, akik rendszeresen részt vesznek a versenyen, mert szeretik a matematikát és összemérni tudásukat társaikéval. Ilyen a tavaly országos döntőben 5. helyezést elérő, és idén a 9-esek között megyei első Szanyi Attila. Ebben 30 feladat van, feladatválasztósak, mindegyikre van 5 lehetőség, és egyet ki kell választani. És a nehézségnek a szintje növekszik, tehát az első feladat az ilyen nem óvodás szintű, de a 30-dik az már messze nagyon nehéz, és csak a legjobbat tudják megcsinálni. A tanulók felkészítésére az idei tanévben órakeretet nem kaptak a tanárok, ezért a pedagógusok szabad idejükben, ahogy mondják, önszorgalomból gyakoroltak a diákokkal. Hiába matematika verseny, a szövegértelmezés az egyik legfontosabb a Nagy Dorogi tanárnő szerint, aki a diákok felkészítéséért díjban részesült Bonyhádon. Kiadom a feladatot, hagyok időt gondolkodni a gyerkőcöknek, és utána megbeszéljük, hogy ki az, akinek van ötlete, végigbeszéljük, mire kell figyelni, ha egy kifejtős típusú feladat megoldást kell csinálni, hogy írom le akkor, mire figyelek, hogyha tesztversenyen veszek részt, hogyan lehet gyorsabban haladni, ilyen stratégiákat próbálunk megbeszélni, és minél több feladat megoldást elvégezni, minél nagyobb rutint szerezni. A továbbjutók 2020. április 17 és 19-e között mérhetik össze tudásukat az országos döntőben. Regionális híreink következnek Somogy és Baranya megyékből. Csökkent a vendégforgalom a Balatonnál, a szakemberek szerint nincs ok az aggodalomra. Megválasztották az év női példaképét Baranyában, idén szakmai díjat és közönségdíjat is kiosztottak. Megkezdődött az idei gokárt szezon, több versenyt is rendeznek a pécsi Katarina Gokárt stadionban. Egy százalékkal csökkent a vendégészakák száma a Balatonnál 2019-ben, ez derül ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataiból. A szakemberek szerint ez a csökkenés nem számottevő, már csak azért sem, mert a statisztika csak a kereskedelmi szálláshelyek forgalmát vette alapul. Fonyódra a KSH adatai szerint jóval kevesebben látogattak az elmúlt évben, mint 2018-ban. Ennek oka a település vezetője Hídvégi József szerint az, hogy a tavalyi évben már nem nyitott ki a Fonyód-ligeti Erzsébet tábor, így az több tízezres vendégészaka kiesést jelentett a városnak. Az a 60-80 ezer vendégészaka, ami a gyerektáborban keletkezett, az a tavalyi évben valóban hiányzott egyébként a vendégészakák számából. De ha a magánszálláshelyeket is belevesszük, akkor tulajdonképpen az önkormányzat kurtaxa bevétele, idegenforgalmi adó bevétele, illetve a vendégészakáinak a száma, az nagyon keveset csökkent. Nem tartja aggasztónak a visszaesést a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke Hoffmann Henrik sem. Mint mondja, egyre népszerűbbek a Balaton partján a magánszálláshely szolgáltatások is, amelyek vendégészakáival számolva az 1%-os visszaesés akár teljesen el is tűnhet. Nem érdemes talán ebből kiindulni, hiszen a kereskedelmi szálláshelyek statisztikájában nincsenek benne a magánszálláshelyek, és az elmúlt esztendőkben nagyon sok magánszálláshely is fejlődött, és én azt gondolom, hogy létezik az utazó közönség már belföldön, aki a kereskedelmi szálláshelyet nem is tud magának megengedni, azonban magánszálláshelyeken szívesen vesz igénybe szálláshely szolgáltatást. A magánszálláshely szolgáltatások népszerűségének titka már nem csak egyszerűen abban rejlik, hogy valaki kiadja a családi házát vagy nyaralóját, mondja Belicki Tamás, aki maga is ezzel foglalkozik Fonyódon. Ahhoz, hogy a vendégek a Balaton partjára érkezzenek, kellenek a plusz szolgáltatások. Szakítani szeretnénk azzal az elképzeléssel, hogy a magánszálláshelyeken a családnak a levetett bútorait kezdik el használni, és azt adják oda, mert hogy az is megfelel, hiszen úgyis csak 2 hónap jönnek. Mi azt gondoljuk, hogy a vendégnek a legjobbat kell kapnia.
És nagyon sokat teszünk is azért, hogy a vendégünk a legjobbat kapják, fontosan fejlesztjük a szállásainkat, hiszen a boldog vendégnél és a visszajáró vendégnél nincs a jó preferencia. A tóparti turizmus szereplői szerint nincs ok az elkeseredésre, hiszen a számtalan fejlesztési lehetőség és az évről évre szélesedő programkínálat egész évben egyre több vendéget csábít a Balaton partjára. Második alkalommal díjazták a pécsi Család és Karrierpont év női példaképe pályázatával azokat a baranyai hölgyeket, akik a munkájukban és a családi életükben is egyaránt kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. A közönségdíjat dr. Berecki Barna Szilvia, a Hurci Baba Egyesület alapítója és vezetője nyerte el, a szakmai díjat pedig Amrein Tamásné Miskolci Boglárkának ítélte a pécsi Család és Karrierpont tanácsadó testülete. Az évnői példaképe pályázat olyan édesanyák munkáját mutatja be és ismeri el, akik szakmájukban sikeresek és harmonikus családi életet élnek, ezáltal mások számára is például szolgálnak. Az idei év tematikája alapján február 10-éig elsősorban olyan baranyai hölgyek jelentkezését várták, akik a vidék, térség és gazdaságfejlesztésben, valamint új, illetve hagyományos ágazatokban értek el sikereket. A 12 jelentkező történeteire a pécsi Család és Karrierpont oldalán lehetett szavazni. Az évnői példaképe pályázat pályázói nem csak arról meséltek nekünk, hogy milyen az ő családjuk és milyen a szakmai életútjuk, hanem bizony arról is, hogy hogyan tudják ezt a kettőt összeegyeztetni, összehangolni, hogy tudnak egyensúlyt teremteni a munka és a családi élet között. Azt gondolom, hogy egy nagyon fontos üzenet mindannyiunk számára, az ő pályázatukban megfogalmazott gondolatok. Az elismeréseket a nőnapi bababőrzén, a Lauber Dezső sportcsarnokban adta át a hölgyeknek Máté János, a Pécsi Sport Nonprofit ZRT vezérigazgatója. A szakmai díjat Amrein Tamásné Miskolci Boglárkának ítélte a Pécsi Család és Karrierpont tanácsadó testülete. A romonyai édesanya egy gazdaság alapítója és vezetője. Műhelyükben a saját maguk által vegyszermentesen termelt növényeket dolgozza fel. A férjem fantasztikus kávét főz, úgyhogy viszonylag könnyen indulnak a reggelek. Nagyon jó gyermekeim vannak, a jót azt mindenféle értelemben gondolom és értem, és azt csinálom, amit szeretek, és ami a hivatásom, az életem, a lelkem, a mindenem. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez nem teher és nem munka, hanem tényleg a nagybetűs élet. A közönségdíjat több mint 700 kedveléssel dr. Berecki Barna Szilvia, a Hurci Baba Egyesület alapítója és vezetője nyerte el, aki egyébként férjével és 4 gyermekével él. Megkezdődött az idei gokárt szezon. A Kárt Aréna Gokárt stadionban minden hónapban terveznek egy futamot. A szezon folyamán lesz 2-3 és 4 órás endurance verseny, valamint a 7 egyéni bajnoki futamot is megrendezik. Az idei szezonra ismét sok újdonsággal készültek a szervezők. A pénteki esőzés ellenére szombaton meg tudták kezdeni a szezont a Kárt Aréna Gokart stadionban. A versenyzők kicsit vizes és száraz pályán is kipróbálhatták magukat. A 2 órás endurance versenyre érkeztek olyanok is, akik állhattak már dobogóra egyéni és csapatversenyben is. Harmadik szezon, és hát egy defektünk volt most, visszaestünk az 5. helyre, amúgy 2. Reméljük, hogy vissza tudjuk venni a pozíciónkat. Szeretnénk dobogón végezni. A szezonnyitóra érkeztek olyan 2 fős csapatok is, akik most indulnak először a bajnokságban. Az első endurance versenyünk, Mihelis napokon itt szoktunk lenni, és rendszeresen szoktunk jönni gokartozni. Hát eléggé izgulok, hogy mi lesz itt, kíváncsi leszek. A szezon folyamán lesz 2-3 és 4 órás endurance verseny, valamint a 7 egyéni bajnoki futamot is megrendezik. Az idei szezonra ismét sok újdonsággal készültek a szervezők. A szünetben ugye kicsit a pályát szépítettük, módosítottunk rajta, 2 rázókő beépítésre került a pályára, ugye ami tervbe is volt, ez elkészült, és a mai nap folyamán van ugye ennek a tesztelése is. Hála Istennek, hogy a szezon kezdés úgy néz ki, hogy nagyon jól indult. 2x6 csapatos mezőnyt össze tudtunk hozni az első nyitó hétvégére. A hivatalos gokart szezon március elejétől november elejéig tart, de természetesen az időjárás lecsökkentheti, vagy akár meg is növelheti ezt az időszakot. És végül nézzük főbb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Koronavírus. Pakson is elmarad az ünnepség március 15-én. Vásárlási láz. Felesleges vagy indokolt az élelmiszerhalmozás? Szabálytalan webshopok. Már több mint 600 jogsértő webáruházat tartanak nyilván.
bűnmegelőzés, bárki pályázhat, aki segíteni a hatóságok munkáját. Szerdán napközben élénk, olykor erős szél fúj majd. Délelőtt erősen felhős, borongós idő lesz. Elszórtan kisebb esőkre készülhetünk. Délután csökken a felhőzet, kisüt a nap. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor ezt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!